Sziasztok, most egy Sega Mega Drive 2 klont fogok bemutatni nektek egy névtelen kínai gyártótól. Ezt a terméket a Banggood-on találtam meg, ott rendeltem meg azért, mert Kongfeng néven reklámozták, de így utólag, hogyha a dobozra ránézek, akkor semmilyen jelét nem találom, hogy bármiféle köze lenne ennek a Kongfeng GB Boy Colorhoz. És mivel hogy a GB Boy nálam eléggé sikeres dolog volt, igazából abban reménykedtem, hogy hasonló minőséggel lesz dolgom itt is, de sajnálatos módon azt hiszem, hogy csalódnom kell. Na de mindegy, akkor a tragédia azt hiszem nem történt. A doboz, amit kaptam, eléggé viharvert állapotban érkezett meg hozzám. Fel sem merem tételezni, hogy ez bármikor valamilyen kupacnak a tetején volt. Ez a nyomott állapot már csak azért sem meglepő, mivel hogy a doboz minden tartalmával együtt aggasztóan könnyű. Amellett, hogy a doboz nagyon hasonlít az eredeti Mega Drive dobozokra, két dolog tűnik számomra nagyon szembe. Az egyik itt ez az átragasztás ide fent, ez a New felirattal. És szerintem mindenkinek tökéletesen világos az, hogy egy termék új. Szóval az annyira triviális információ, hogy szerintem valami sokkal fontosabbat kellett felül ragasztani itt. De ha lehet, inkább nem deríteném ki, valószínűleg úgyse annyira fontos. A másik átragasztás idelen található, ez az arany matrica, amin egy lista található a beépített játékokról. Ez 368 játék cím akar lenni, amiről már feltételezhetjük a mennyiség alapján is, hogy egy óriási nagy kamu. És ha közelről megnézzük a címeket, akkor a feltételezésünkbe is bizonyosodik. Itt oldalt még lehet látni egy pár játéknak a borítóját, ezek mind Mega Drive-os játékok, de sajnos nem képezik semmilyen módon részét a csomagnak. Az egyetlen kivétel itt a Top Gear 2 talán, mondjuk abban az értelemben csak, hogy ez a Top Gearnek egyáltalán nem a borítója. Amit a túloldalon fogunk látni, az valószínűleg ennél sokkal furcsább lesz. Legalábbis látni fogunk egy pár furcsaságot, hogyha megnézzük ezt a jó pár képet itt a Software Library cím alatt. Én például soha nem gondoltam, hogy a Contra vagy a kép alapján a Contra 4 valaha megjelent a Sega Mega Drive-ra. Már csak azért sem, mert a Contra 4 egy ezredforduló utáni Nintendo DS-es játék. Ami még viccesebbé teszi ezt, hogy igazából nem lenne annyira furcsa az, hogyha a Contra Hardcore-nak lenne itt a képe, mert az konkrétan megjelent a Sega-ra. Egy másik furcsaság itt a Super Mario World. Van egy olyan érzésem, hogy a Nintendo soha nem engedte át a zászlóshajó karakterét a Sega-nak. Viszont azt tudom, hogy nem hivatalosan tényleg van egy Mega Drive portja ennek a játéknak. Rögtön itt a szomszédban megtalálhatjuk a kínaiak kiváló humorérzékének egy újabb példáját, az NHL 08. Egy 21. századi hoki játék, mint Mega Drive játék feltüntetve. És a legnagyobb vicc, ide lent, Mortal Kombat 5. Szóval a doboz tele van mindenféle ordas, de azért vicces hazugsággal. És emiatt nem fogok neheztelni igazából senkire, mivel hogy nem ez az első alkalom, hogy megtévesztő reklámmal találkozunk. Nem is beszélve arról, hogy nem érdemes problémát csinálni a dologból egészen addig, amíg az eszköz megfelel a nekik talált célnak. És elmondom előre, hogy igazából ez egy 6500 forintos valami, szóval számomra, hogyha ez le tudja játszani tűrhető minőségben a Mega Drive cartridge-aimat, akkor semmi problémám nem lesz vele. Na és most nézzük meg magát a konzolt. A dolog vonzerejéhez hozzátartozik az, hogy ez egy külsőre eléggé megtévesztő másolata az eredetinek. Ezen kívül persze fel van szerelve mindennel, amivel fel kell szerelve lennie. Itt van például a nyílás, ami alatt a buszfoglalat található, amibe bele kell majd gyűrni a cartridge-okat. Ez mondjuk eléggé nagynak tűnik ahhoz, hogy be lehessen helyezni egy cartridge-ot rendesen ugye első próbálkozásra, viszont látom, hogy segédletnek ide van téve egy pár vonal. Van egy olyan érzésem viszont, hogy ha sikerül betenni egy cartridge-ot, akkor is lötyögni fog benne. Egyébként pedig itt vannak ezek a bekikapcsoló meg reset gombok, mind a kettő jól működik, jól van építve, semmi gond nincsen vele. Elől található két controller port. Hátul pedig egy audio-videó kimenet és egy tápegység bemenet, sajnos egyik se illeszkedik kimondottan jól a kaszni hátuljához. Az alján semmiféle csúszásmentesítés vagy gumitalp nincsen, és ez nem túl előnyös akkor, hogyha állandóan cartridge-okat fogunk cserélgetni benne. Alapból az egész eszköz számottevő elektronika hiány nem olyan nehéz, hogy a saját súlyával tudja helyben tartani magát, szóval bármilyen lapos felületre fogjuk tenni, igazából bármit csinálunk vele, csúszkálni fog. Szóval ennyit magáról a gépről, haladjunk tovább a tartozékok felé.
Itt van például a tápegység, ami indokolatlanul át lett alakítva egy ilyen blokkformátumra, és ennek a közvetlen következménye szerintem az lett, hogy félretervezték ezt az adaptert, így csak a konnektornak a villás része áll ki, és nem tudom normálisan bedugni egyetlen egy európai fali csatlakozóba. És őszintén szólva szerintem ez eléggé nagy gáz. De én a megoldások embere vagyok, ezért azt csináltam, hogy fogtam egy másik fali csatlakozót, és átalakítottam mindenféle csiszolgatással és ilyen esztétikai átragasztásokkal, úgyhogy képes legyek bedugni ezt az adaptert, és onnantól kezdve semmi problémám nincs. Na, ezután a furcsaság után viszont térjünk át a következő tartozékra, a videókábelre. Az RCA analóg végén ennek a kábelnek sajnos nincsen piros csatlakozó, szóval egyelőre lemondok a sztereó hangzásról, de majd később veszek egy másik kábelt, aminek lesz egy piros vége, és akkor kísérletezgetek azzal egy kicsit. A kábelnek a másik végén viszont összvisz 3 pin található meg a 9-ből, és őszintén szóval nem tudom, hogy ennek ilyennek kell lennie, vagy ez valamilyen kínai gányolás eredménye. Annyira mondjuk ez nem számít, szóval inkább térjünk át a következő tartozékra, és egyben az utolsóra is. 2 darab ilyen kontrollert lehet majd találni a dobozban, és olyan sok gondom velük nincsen, mert igazából a gombok jól működnek mind a kettőn. Viszont lenne 2 megfigyelésem, az egyik az, hogy eléggé olcsó anyagból készültek, ami egyáltalán mondjuk nem lep meg. A másik az, hogy eléggé rövidnek találom azt a 70-80 centit, amit a vezetékre szántak. Ez eléggé lekorlátozza a játékos és a televíziók közötti lehetséges távolságot, ami egyrészt egészségtelen, másrészt kényelmetlen, és mindenféleképpen, hogyha használni akarom ezt az eszközt, akkor egy hosszabbítást kell találnom ehhez a vezetékhez. Szóval azt bevallom, hogy ez idáig nem túl sok jóval kecsegtett, de még hátra van az a rész, amikor mindezt a holmit összedugom és csatlakoztatom a tévéhez, és majd kipróbáljuk. Na, némi szerelgetés és csatlakoztatás után eljutottunk odáig, hogy bekapcsolhatjuk a tévét, és rögtön azután bekapcsoljuk magát a konzolt is. Rögtön a beépített játékok listájával találjuk szembe magunkat, de őszintén szóval a Sonicon kívül olyan sok mindent nem mondanak ezek a nevek. Kicsit többre számítottam, de mindegy, bemutatok egy párat ezek közül, szerintem a Sonickal fogom kezdeni. Már hogyha ki tudom választani, mert azt hiszem, hogy rossz portba dugtam be a kontrollert. Még mászkálunk egy kicsit föl ebben a menüben, ugye kipróbáljuk a kontrollerünket. Jó van, és akkor visszamegyünk most a Sonicra, és start! Na hoppá! Első megfigyelés, azt hiszem, hogy egy hibára akadtam ebben a készülékben, mert nem hiszem, hogy a Sega Mega Drive-nak széles képernyős outputja volt. A TV meg nem műszaki hibás egyáltalán, rendesen be van állítva, már előre ugye egy másik eszközzel próbáltam ki, csak azért, hogy tesztelés közben ne legyen semmi probléma. Mindenesetre látható képet kapok, szóval ezen most túl fogok lépni egy időre. Viszont az a kép is olyan, hogy egy kicsit el vannak csúszva a színárnyalatok, főleg a kéken érzem azt, hogy nincsen rendben egészen. De ha nagyon nem hasonlítgatjuk össze az emulát meg az eredeti verziót ezzel, akkor igazából szerintem annyira nem fontos ez a különbség. És könnyen meg tudok barátkozni a képpel akkor, hogyha ennél a konzolnál, ennél a konkrét konzolnál mondjuk ez a kép összezsugorodás, ez tényleg valamilyen műszaki hibának az eredménye. Ami a hangot illeti, az viszont, hát, elég éramagy. Ez egy beépített játék, szóval igazából lehet, hogy a beépített játéknak a hibája, de én olvastam azt, hogy ugye ezeknél a Sega klónkonzoloknál soha nem tudják eltalálni rendesen a hangzást, és ez igazából itt számomra kezd bebizonyosodni. Na, haladjunk tovább, nézzük meg, hogy a listában mit érdemes még játszani. Itt van egy foci játék, úgy tűnik.
Ez egy Tecmo World Cup 92. Semmit nem tudok erről a foci programról. Egy kicsit játszok vele, de igazából olyan sokat nem akarok vele időzni. Na jó, ebből elég volt. Megnézzük, hogy mi legyen a következő. Na, vajon ez mi lehet? Indítsuk el. Pingpong. Oké, nem gondoltam, hogy sok játék lesz ezen a konzolon, de azért kicsit magasabb színvonalra számítottam, mint az Atari 2600-as. Mármint mostanában jelent meg egy Atari klón a piacon, és inkább azt vettem volna meg, hogyha ilyen játékokkal akarnék játszani. Na, ez kellőképpen unalmas volt, szóval most nézzük meg, hogy mi a következő, ami játszhatónak tűnik. Omega rész. Jézusom, oké, ez jobb, mint a Pong, viszont nem egy Mega Drive szintű játék megint csak, és igazából ez az összenyomott képen nem is olyan jó ezzel a játékkal játszani, szóval eljutottam szerintem arra a pontra, amikor lemondok arról, hogy bármiféle jobb játékot fogok találni ebben a listában, semmiféle Teeny Ninja Technőcök, vagy valami tankos játék, Bomberman, vagy Isten tudja micsoda, amit olyas valamire számítottam igazából, mint a régi Nintendo kamu konzolom. Abban azért volt olyan 20-akárhány játék, ami megismétlődött. Itt van szerintem maximum 5, és igazából, hát nem tudom, el vagyok egy kicsit keseredve ettől. Erre nem számítottam, ez nagyon kevés. Szóval inkább kezdjük el azt a részét a videónak, hogy beteszünk egy cartridge-ot és megnézzük, hogy az működik-e. És lám, működik. Oké, ez a minimum, amit elvárok ettől a konzoltól. Igazából nem zavar az, hogy a képnek mondjuk a színei el vannak tolva, és az sem zavar, hogy nem tökéletesek a hangok. Ezek ilyen mellékes dolgok, én le akarom tudni játszani ezeket a cartridge-okat. A játék maga a FIFA International Soccer, az EA Sports-tól. Ez az a játék, amit a lehető legkönnyebben be lehet szerezni az eBay-en. Nekem azt hiszem olyan 400 forintomba került. Szóval ezzel fogok játszani egészen ennek a videónak végéig. Végső konklúzióként el tudom árulni azt, hogy szerintem ezt a konzolt senkinek nem szabad megvennie, akinek van egy csöpp esze. Egy olyan eszközről van szó, ami semmilyen aspektusában sem tökéletes. És ez annak köszönhető, hogy a lehető legtöbb mindent kispóroltak belőle, az anyagköltségtől kezdve a minőség ellenőrzésen keresztül, egészen a józan észig. És most itt leginkább a tápegységre utalok. Nem tudom, hogy kinek is hogyan jutott eszébe az, hogy ne nézzenek meg egy európai szabványfali csatlakozót, hogy kitalálják azt, hogy hogyan kell megtervezni egy tápegységet. De végeredményképpen elérték azt, hogy a vevőnek kell majd kitalálni egy áthidaló megoldást, vagy barkácsolással, vagy vennie kell valamilyen adaptert. És hogyha azon túl van, akkor fontolgóra kell vennie azt, hogy esetleg ki kell egészítenie a kontroller kábeleket valamilyen hosszabbítóval is. És hogyha azon is túl van, akkor meg kell barátkoznia azzal a ténnyel, hogy olyan hangokat hall, amik nem igazán csengnek jól a fülnek. Ugye valamikor túl hangos, valamikor túl tompa, valamikor túl éles hangokat lehet hallani. Elég zavaros dolog, mintha a Mega Drive-nak a hangcsatornái össze lennének zagyválva. És ugyan a hangok átjönnek egyfajta értelmezhető szinten, de annyira disszonáns módon, hogy igazából én személy szerint letekerem a hangot egy nagyon halk szintre, ahol nem zavar engem. Mindezek után, ahogy látható, semmiféle garancia nincsen, hogy ez a konzol rendesen fog működni. Feltételezve persze azt, hogy ezt a képernyő hibát valamilyen műszaki meghibásodás okozza, de igazából nem vagyok ebben sem biztos. Szóval a végső verdikt és egyben tanács is az, hogy ne hagyjátok magatokat megtéveszteni az olcsóság által. Ez az eszköz csak arra jó, hogy kipróbáljátok a cartridge-jaitokat, igazából nem többre, és szerintem inkább, még hogyha kétszer ennyibe kerül is, vegyetek egy használt, eredeti Mega Drive-ot, és sokkal jobban fogtok járni vele. Legalábbis ez az én szubjektív véleményem, ezzel búcsúzok el, sziasztok!
Szóval utólag megjegyezném azt, hogy felkerestem a Banggoodot azzal a panaszsal, hogy műszakilag hibás gépet adtak nekem, és ők is így látják az elküldött képek alapján, szóval készségesen elküldtek nekem még egy példányt ugyanebből a konzolból, így aztán majd itthon ki fogom deríteni, hogy tényleg műszaki hibáról van szó, vagy egyszerűen ilyen rossznak van tervezve ez a konzol. Mindegy, a lényeg az, hogy ez hamarosan ki fog derülni, nagyjából olyan egy hónapon belül. Sziasztok!